Na, sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt az Alcsi Holtiszán. Hát éppen harcsa horgászat lesz a terv, már ismételten. És arra gondoltam, hogy előtte egy pár percben bejelentkezek nektek, hogy tudjátok, hogy mi történt az elmúlt időszakban. Hát itt a március, ez nem az általam kedvelt horgászmódszerek barátja, hiszen február 28-án ugye véget ér a a sülőre való horgászat az állami vizeken, és március 1-től szinte minden ragadozó har, a kivétel a harcsa, tilalom van az állami vizeken. Úgyhogy ez miatt egy picit megcsapant a videóknak a száma, de hát ez minden évben márciusban így szokott lenni. Független attól, hogy természetesen horgászat nélkül, nélkül nem telt ez az időszak, de olyan eredményes dolog nem történt. Csalihal fogás az mindig volt, keszeg, kárász, féderhorgászat, pár ilyen TikTok live született is belőle, de összességében ennyi. A pecázás az volt, tehát hogy próbálkozás az volt, nem csak itt az Alcsi Holtiszán, hanem mezőtúron is, vagy egyéb vizeken, de mivel nem került hala a videóba, ezért nem került feltöltésre. Na most nem tudom, hogy ezt a tendenciát, ezt hogyan folytassam, mert nem azért, hogy nem lesz hal a videókban, hanem hogy ugye elég sokatok jelezte, hogy hát azok a videók is, amikor csak a behúzás történik meg, vagy a szereléknek a, az összetétele, vagy hova miért kötünk, hova tesszük le a halat, milyen csali hallal, hogy fogjuk a csali halat, ez is érdekelne titeket, mert nyilván ez is horgásztartalom, független attól, hogy ennek a horgászatnak van -e eredménye, amit nyilván döntően befolyásol az, hogy még azért akárhogy is nézzük így március vége igen, március vége de elég hideg a víz, még talán most bukkant át a 10 fok fölé, és ez miatt a harcsáknak az emésztése, vagyis kapókedve, még nem túlságosan, hát nem túlságosan aktív. Viszont készül közben, titokban, már mennyire ez titok tud lenni, egy igen interaktív és rengeteg információt tartalmazó videó, ami nem másról fog szólni majd, mint a süllő szaporodásáról, hiszen biztos láttátok már az alsis csoportban, közé tettük, hogy és a Tisza Horgász Egyesület oldalán, hogy aktívan részt veszek a szülő fészkek telepítésébe. Mondhatni, úttörője voltam ennek a dolognak, hogy legyen itt az Egyesületnél. Legalábbis, hogy fogalmazzak, hogy ne legyen kiforgatható, de hát mondom úgy, ahogy gondolom, hát rágtam a fülüket, hogy miért nincs már az alcsin, legyen már, és hát jó fülekre talált a hangom, ami, ami azt befolyásolta, hogy akkor megpróbáljuk, de ebbe aktívan részt is kellett, hogy vegyek, mind a felnézésekbe, mind a telepítésbe, és mind a helyszínnek a kiválasztásába. Azt gondolom, hogy annyi spoiler elárulhatok, hogy ha lehetne osztályozni a, ezt a tevékenységet, akkor a vártnál túl teljesítettünk, ugye itt lesz egy tartalom, egy videóba, egy filmbe fogom ezt az egészet, talán a videónál már kicsit hosszabb lesz, egy 40-50 perces videóba foglalom ezt az egészet majd össze, és ott az alábbiak láthatóak, majd ugye, ahogy letesszük a süllőfészkeket, utána a felnézések, az első aktív felnézés majd, amikor az először szembesülök a sikerességgel, utána egy Hát időközben kiderült, volt egyetemi évfolyam társam, én környezetmérnök szakra jártam, és a srác, aki... srác, hát nyilván srác, az ottó állattenyésztő szakon végzett, és ott halbiológus, és majd bőségesen elmagyarázom itt a videóban, de legyen ennyi. Az ottó eljött, megnéztük az ikrákat, vízminőséget vizsgáltunk, majd megállapításra került majd a videóban található dolog. Aztán ezt követően még az Egyesület jóvoltából Tamással, Süle Tamással, az elnökkel megnéztük egy drónnal, víz alatti drónnal a fészkeket. Tehát messzebbre leálltunk a csónakkal, és onnan víz alatti felvételeket készítettünk, hogy hát mi van a fészkem, rettentő jó, sikerült szerintem. Nagyon informatív és nagyon látványos a a látott dolog. Úgyhogy aktívan telik ez az időszak is. Most is épp itt a háttérben látszik, kint van az ágyam, így kint fogok éjszakázni vasárnap este, és akkor így megyek majd reggel dolgozni. Hát az a szuper lehetőség van, ugye, hogy munkába, itt már be van pakolva a holnapi ruhám, munkába le tudok majd tusolni, és akkor így tudom indítani a napot, hogy, hogy onnan is, akkor majd meglátjuk, hogy a reggeli korai napfény az mennyire fogja befolyásolni, meg a halak itt a, az éber alvása holnapi munkakedvet. Aztán, ha ez így tud működni, akkor több éjszakát tudok majd hétköznaponként is itt kint tölteni. Nyilván ebbe az ágyba, amit már láttatok a korábbi videóba, baromi komfortos lesz, de hát puding próbálja az evés, meg hát azért örülnék, hogyha este ezt a tegnapi tíz darab csalihalat bodorkát megkeszeget, amit sikerült itt fognom, azt el is használnám, és akkor a következő videóban meg megmutatnám, hogy én hogy szoktam a csali halat fogni. Nem nagy dolog, de sokaknak lehet, hogy lesz benne egy-két érdekesség. Na szóval ez az időszak most erről szól, áprilistól, majd április nem elsőjén, hanem másodikán vagy harmadikán, nehogy azt higgyétek, hogy tréfálunk, lesz majd egy nagyobb volumenű bejelentésünk, ami a csatorna életébe szerintem eléggé ö, döntően befolyásolja majd itt a látottakat. Erről röviden, tömören ennyi. Ö, nem, nem tévébe megyünk, de. Ö, na mindegy. Így, így, ez így, ennyi. Ö, úgyhogy röviden, tömören ez történt eddig, és ezek történnek velem. Köszönöm szépen, hogyha követitek ezeket a tartalmakat, e, dobtok egy lájkot, és a legnagyobb támogatás, hogyha még nem iratkoztál fel, akkor feliratkozol, ha pedig módodban áll, és csatorna tagságot pár száz forintért e, támogatni tudod a munkásságomat, akkor azt nagyon szépen köszönjük a srácok nevében is, hiszen minden egyes befolyt összeg a csatorna minőségének javítására van fordítva, mint ahogy ez a mikrofon is, ávány és a többi dolog, amit láthatatok. Na köszönöm szépen, és ennyit szerettem volna. Sziasztok!